Csókolom, Magdi néni. Mi újság? Hogy érzi magát ma? Nagyon szépen köszönöm, jól. Lába rendben van? Igen. Hál' Isten. Napkoron két házi gondozó nyújt segítséget helyben az idős embereknek. A 3800 fős településen több lábon áll a szociális ellátás. A helyi idősek otthona megszervezi és biztosítja az ebédkihordást. Az idősödő lakosságot naponta egy órában segítik a házi gondozók, gyógyszert iratnak fel számukra, befizetik csekjeiket, de akár a házi munkát is elvégzik. A településen elég magas a 65 év felettiek száma. A helyi családsegítő és gyermekjóléti központban gyűjtik a rászorulóknak a ruhákat, a Szent Erzsébet katolikus Karitás patronálja a nehéz sorban élőket. Idén január 1-től a családsegítő és a gyermekjóléti központokat összevonta az állam. Napkoron egy fő családgondozó látja el a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással járó feladatokat. A problémák megoszlása nagyon változó, mert a kicsikortól kezdve tényleg a várandós anyát, a válsághelyzetben lévő várandós anyát is már gondozom, fogyatékkal élőkről külön névsort vezetek, rájuk is odafigyelek, tehát a születéstől egészen a halálig azt lehet mondani, hogy ez a szolgálat átfogja az egész társadalmi réteget, és minden rétegből vannak problémák, és nincs olyan réteg, akire azt mondanám, hogy problémamentes. A 4000 fő alatti településeken egy, a 4000-től magasabb lakosságszámú településeken két családgondozó dolgozik. Ahol több a támogatást igénylő család, több családsegítőre lenne szükség. A januári összevonást követően a főbb tapasztalatokat osztották meg egymás között a szociális szférában dolgozók. A nyíregyházi találkozó alkalmat adott az új jogszabályokkal való ismerkedésre is. A Család és Gyermekjóléti Központ, járásszékhelyen működő központ ellátja a járáshoz tartozó településeket. A Nyíregyháza esetében Nyíregyházán kívül 14 település tartozik még a járáshoz, és az esetmenedzsereink itt is végeznek hatósági jellegű feladatokat, illetve egyéb speciális szolgáltatásokat, amit a jogszabály előír, igyekszünk nyújtani a járás ezen településein is. Ez azt jelenti, hogy pszichológus, logopédus, mediátor is segítheti a helyi központok munkáját. Nagyon sok családon belüli vagy gyermekekkel szemben elkövetett sérelem nem kerül a szociális ellátóhálózat látóterébe, ezért a jelzőrendszert szeretnék megerősíteni a jövőben.